Az anyagi nehézségek ellenére is sikeres esztendőt zártak az Arak atlétái, számtalan országos bajnoki érem és helyezés mellett a válogatottban is megmutathatták magukat a székesfehérvári sportolók. Hírt Károly, az egyesület elnöke is örömmel foglalta össze a 2011-es év eredményeit. A nehézségek ellenére egy olyan évet zártunk, amire megint csak büszkék lehetünk. Ha számszerűen akarom megfogalmazni, 81 néhány egyesület közül, amelyik rangsorolt ebben az országban, tehát magyarul magyar bajnokságon 1-8 helyen végzett. Ezek között mi a 9-ek lettünk az egész szakosztályt illetően. Az utánpótlásunk erejét jelzi, hogy a serdők pedig másodikak. Ez, én azt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tisztességes és jó eredményt jelentő év volt. Ez azt jelenti, hogy 24 magyar bajnoki címünk volt, ha nem rakszom, meg nem mondom pontosan, hogy mennyi, de 70 körül volt az ezüst és a bronzjelvények száma. Ez az előző évek szereplésének megfelelő volt. Elsősorban azért az utánpótláskorúak szereztek rengeteg érmet, de név szerint meg kell említenem a felnőttek között Babos Ritát, aki, ha jól emlékszem, 4 egyéni bajnoki aranyat szerzett, és emellett azért ők a csapat Európa-bajnokságon Végtibivel együtt képviselték Magyarországot. A Videoton székházában január 20-án pénteken megtartott évzáron külön köszönetben részesültek az edzők, akik egész évben kiválóan dolgoztak az anyagi megszorítások ellenére is. Közel 50 versenyző díjaztak ezen az estén remek tavalyi eredményeik alapján. 2011 a legjobb arakos atlétája Babos Rita lett, aki 4 magyar bajnoki címe mellé a válogatottban is jó hírét vitte Székesfehérvárnak. Hát igazából az előzetesen kitűzött céljaimat úgy gondolom, hogy nagy mértékben sikerült elérnem, hiszen fedett pályán is és szabadtéren is 2-2 magyar bajnoki címet szereztem. Emellett az Európa kupán, az egyéni Európa kupán 2 számon is képviselhettem Magyarországot, 3-asugrásban és magasugrásban. És ami a legnagyobb örömöm, hogy évek óta az egyik legnagyobb sikert értük el a 7 próba válogatottal, hiszen az első osztályú Európa kupán 3. helyezést értünk el. Hát ezt az évet egy kicsit máshogy próbáltuk felépíteni, illetve nekiindulni, hiszen olimpia, illetve Európa bajnokság éve van. Egy versenyszámra, a 3-asugrásra koncentrálunk, és mindent megteszek azért, hogy sikerüljön valamelyik világversenyre. Ha esetleg mind a kettő összejön, akkor annak nyilván még jobban örülnék szintet teljesíteni. Magyar csúcsot kell ugrani, az Európa bajnokságra 14 méter, az olimpiára pedig 14 méter 10, a kiküldetési szint. A férfiaknál az egyik legkiemelkedőbb eredménysorral László Dávid büszkélkedhet. Én úgy gondolom, hogy elégedett lehetek, mert az ország mindkét szabadtéren is és fedett pályán is a bajnokságokat megnyertem. Kikerültem a válogatott viadalra, és ott is nyertem. Viszont egyedül, ami nem tetszett, hogy 9 centi hiányzott az Európa bajnokságra a kiküldetési szinthez. Frey Virág is elégedett lehet 2011-es teljesítményével, hiszen végre felállhatott az országos bajnokságon a dobogó legfelső fokára 200 méteren. Az előző esztendőben 200 méteren végre bajnok lehettem, tehát a dobogó legfelső fokára állhattam, és talán erre is vagyok a legbüszkébb, mert ez eddig nem sikerült. Meg szeretném dönteni az egyéni csúcsomat 200 méteren, ami 24-56, és hát jó lenne, hogyha most futnék egy 24-50 körülit. Legalább. A kimagasló eredmények értékelése mellett pénteken egyre bizonyosabbnak látszódott, hogy 2012-ben a londoni olimpia évében 1972 óta először a Magyar Atlétikai Szövetsége nem tudja megrendezni a fedett pályás országos bajnokságot. A történet magyaros, volt egy csarnokunk, ami kicsi volt, csúnya volt, de legalább a miénk volt. Viszont ezt is lebontották, és rendezvénycsarnok került a helyére néhány éve. Azóta a fővárosi atléták jobb hiány egy sátras pályán készülhettek, most már ezt sem lehet használni, hiszen erre a térre szakszerűtlenül tárolták, és jelenleg nem alkalmas arra, hogy bármilyen versenyt rendezzenek rajta. Természetesen az Araknál sem örültek a hírnek, hiszen a felkészülésbe betervezték a hazai fedett szezont is. Hát a fedett pályán bajnoki helyezésre nem számíthatunk, talán az már közismert és köztudott, hogy a Magyar Atlétika egyetlen komoly fedett létesítménye az ideig a Szimacsarnokban volt, ami helyett
amelyet most előző években úgynevezett Tili sátrát állították fel, ami alkalmatlan arra, hogy bajnokságot rendezzenek. Ezért a Magyar Atlétikai Szövetség vezetése úgy döntött, hogy majd a bajnokságokat fedett pályán nem rendezünk. A szakosztály ezt úgy oldja meg, ezt a terhet úgy, vagy ezt a áldatlanapot úgy rakjuk rendbe, hogy az erre készülő versenyzőinket elvisszük külföldre, Bécsbe vagy Pozsonyba versenyezni, illetve a Fehér megyei Atlétikai Szövetséggel közösen Dunaújvárosban egy arra alkalmas csarnokban rendezünk feledpályás versenyt. Hát ez engem is lesújtott, hiszen mindenki, aki ezt a sportágat űzi egyéni sportban, nyilván meg szeretné védeni a bajnoki címét, vagy esetleg érmet szerezni. Nekem szám szerint, hogyha ugyanúgy sikerült volna ez a fedett pálya, mint eddig, akkor a 20. magyar bajnoki címemet szerezhetném. Ez nagyon motivál, de sajnos erre nem lesz lehetőségem, viszont úgy gondolom, hogy ez talán még több erőt fog adni arra, hogy a nyári szezonra minél több erőt belefektetni abba, hogy ezek összejöjjenek. Persze engem is lesújt, mert hát szerettem volna még ugyanígy versenyezni, mert az országos bajnokságok azért nekem nagyon tetszenek, de így legalább lesz több külföldi versenyünk itt a Pozsonyban és Bécsben. Ez eléggé lesokkol, mert ilyennel én még nem találkoztam, mióta csinálom az atlétikát, úgyhogy szokatlan és furcsa, de így tovább kell lépni, és ki kell használni a helyzetet, tovább alapozunk, többet, és hát készülök a nyára ugyanúgy. Bízunk benne, hogy az Arak hasonlóan sikeres esztendőt zár 2012-ben, és halkan jegyezzük meg, hogy Babos Ritának a londoni repülőjegyet kívánunk.